Emlékszem, ahogy reggelenként ébredéskor beszivárgott a füstölő illata a szobámba, és ott voltak a Buddha szobrok is. A fiatal Alex Chu szokásos napjai így kezdődtek. Szülei odaszánt buddhisták voltak, és gyermekeit a családi vallás szerint nevelték. Tisztelni akartam a szüleimet, de nem volt személyes kapcsolatom egyik buddhával sem. Távoliak voltak a számomra. De nem csak a vallási kötelezettségek helyeztek rá nyomást. Eredmények, teljesítmény, törekvés, ezek voltak a megkérdőjelezhetetlen fő céljaink. Apukám tanulmányilag és szakmailag is sikeres volt. Két doktorátussal, amelyből egyet a Harvardon szerzett. Nagy kihívás volt az árnyékában felnőni. Az anyukám gyakran mondta, hogy szeret engem. Apám inkább úgy szeretett, hogy azt mondta, hogy többre vagyok képes, mint gondolnám. Alex szülei elvárásainak megfelelően a buddhista szokásokat követte. A kényszer miatt úgy éreztem, hogy csak akkor fogadnak el, ha mindenből ötösöm van és osztály első vagyok. Általában olyan visszajelzéseket kaptam az eredményeimre, hogy na hát, 99%-os lett a teszted, 100%-os kellene, hogy legyen. Így akartak inspirálni, hogy jobban teljesítsek. Ez elég elterjedt az ázsiai származásúak között. Ahogy nőtt, kezdett elbizonytalanodni. Talán középiskolában kezdtem önállóan gondolkodni. Nem csak a hitemről, hanem arról is, hogy elfogadjam-e igaznak, amit a média mond. Amit látok a tévében és hallok, hogy legyen saját véleményem. Alex végül is az egyetemen találta meg az igazságot, de nem vallás vagy filozófia órán, kollégiumi társain keresztül. Nagyon összetartóak és barátságosak voltak, de leginkább az öröm tűnt fel az arcukon. Nem úgy néztek ki, mint akiken nagy terhek vannak. Aztán észrevett még valamit. A feltétel nélküli szeretet, amit a keresztény hit tanít, és az, hogy lehetséges a kapcsolat Istennel, több szempontból is meglepő volt számomra. Másodévben megkérdezte az egyik srácot, hogy velük tarthatna-e az egyik keresztény egyetemi ifjúsági összejövetelre. Első ízben hallottam Isten kegyelméről. Az érzelem azonban kevés volt ahhoz, hogy elhagyja szülei hitét. Értelmes válaszokat akart rengeteg kérdésre. A gonosz problémája. Miért van még mindig gonoszság a világban? Érdekelt a Biblia történelmi megbízhatósága és az ihletettsége is. Döntése azonban a legfontosabb kérdésen függött. Ki Jézus? Az, akinek mondja magát. Elkezdett egy bibliaiskolát, hogy kiderítse. Ami leginkább hatott rám, az Jézus tekintélye volt, ahogy beszélt, és az a szeretet és együttérzés, amit az emberek iránt tanúsított. Összevetettem azt, ahogy Jézus viselkedett, azzal, amit állított, és arra jutottam, hogy ő tényleg Isten fia. Akkor egy személyes imát mondtam Istennek. Teljesen biztos voltam benne, hogy ő Isten fia, aki meghalt a bűneimért, és vele örök életem lehet. Ekkor el kellett mondania a szüleinek, hogy keresztény lett. Évekbe telt, de végül is elfogadták a döntést. Az egyetem után Alex mérnökként dolgozott, míg nem Isten teológiai képzésre hívta el. Közben elvette Michelt, akivel már három gyermeket nevelnek. Ázsiai-amerikaiként, aki mindenre jóváhagyást várt és eredményeket hajszolt, az jelentett számomra mindent, hogy Jézus feltételek nélkül szeret és örök életet kínál.